Ciao. Na jó, maradjunk a sziasztoknál. Szóval sziasztok, összegyűlt a 800 feliratkozó, ami számomra hihetetlen. És nem csak az hihetetlen, hogy 800-an vagyunk, hanem az is, hogy milyen hamar összegyűltünk 800-an. Lol. Arra gondoltam, hogy most egy kicsit statisztikázunk, megnézzük, milyen fejlesztéseken ment keresztül a weboldal, és beszélgetünk a jövőről. Szóval kezdjük. A csatornának eddig volt egy szerzői jogi figyelmeztetése a kerekmese miatt, amit még mindig köszönök, de ez március elején lejárt. Aminek még nagyon örülök az az, hogy egyre aktívabbak vagytok a komment szekcióban, jó látni a visszajelzéseket. A legmegtekintetebb videóm már a kezdetek óta a Peppa Malac paródia, a Caillou paródiám pedig nemrég került fel a második helyre. Ezek után a két Frui Mucil paródiám jön, amikre nem igazán vagyok büszke. Azt is kérdezték páran, hogy a Kasszás Erzsiből miért nincs paródia. Ezek a gyorsan felkapott videókból készült paródiák nem mindig sikerülnek fényesen, én ezt a legutolsó Frui Mucil paródiámnál érzékeltem. És most nem arról beszélek, hogy milyen nézet lett, vagy hogy milyen visszajelzések érkeztek rá, hanem arról, hogy én nem voltam megelégedve vele. Ezért sem készült a Kasszás Erzsiről paródia. Meg aztán nem láttam abban a reklámban semmi olyan kiparodizálhatott, ami világot váltott volna. És akkor térjünk át a weboldalra. A főoldal nem sokat változott, mindössze ide lekerültek a legnézettebb videóim, és pár adat róluk. Ami sokat fejlődött, az a leírás, azaz ami az a EHTP fülecske. Sok mindent leírtam ide a múltról, ha új vagy a csatornán, akkor nyugodtan olvasd el. Ha pedig törzsnéző vagy, akkor ezt te már úgy is tudod. A következő fül az a projektfül. Ide kiraktam minden egyes nagyobb projektem a csatornával kapcsolatban. Köztük a filmet, a paródia gameplay sorozatot, a Halloween-i külön kiadást, amiről lehet sokan nem is tudtok, és a kerekmese történetet. Van itt egy elérhetőségek lap, amin a Facebook van, meg egy kis üzenetküldő akármi. Aztán jön a blog rész, ahová az új, illetve még készülőben lévő videókról posztolok. És akkor beszéljünk most a jövőről. A 20 perces paródiám szerintem nagyon jól sikerült, ezért azt tervezem, hogy majd egyszer csinálok egy jóval hosszabbat, és azt majd is livestreamben adjuk le. Egyenlőre nem mondok erről semmit, még persze semmi sem biztos, még nem igazán kezdtem el, de majd lehet, hogy amikor elkezdem, lesz majd egy videó valamiről, ami lehet, nem mindenkinek fog tetszeni. Nem kell semmi nagyon rosszra gondolni persze. Valamint tervezek majd egy új sorozatot is elkezdeni, amiről most nem mondok semmit, hanem egy régebben készült felvétellel próbálom elmondani. Továbbá szeretnék még ilyen videókat is csinálni, ahol ezzel a szexes narrátor hanggal megbeszélem az élet nagy gondjait, hogy például miért toljuk azt az ajtót, amit húzni kéne, miért jön a kerek pizza szögletes dobozban, vagy hogy miért nem kék a varánus segge. Szóval ennyi lenne. Köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott, véleményírt, és megnézte a videóimat. Számomra hihetetlen, hogy már 800-an követnek. Szóval már megköszöntem mindent, csak egy dolgot nem, a figyelmet. Szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!